Hölgyek, urak, jó estét kívánok mindenkinek, mert hogy már 5 perce tartom az előadást, úgyhogy most már azért hozzá is kezdünk, de amennyivel később kezdtem, amennyivel előbb abba fogjuk hagyni, úgyhogy minden rendben lesz. Igazából a világról szeretnék nektek beszélni, ha visszavenne a hangomból egy kis a tót, akkor jó lenne. Párkányban lakik azért csak. Tehát egy izgalmas dologról van szó. Ha a világot megnézed, akkor szinte semmit nem tudunk róla, ami lényeges. Sok mindent tudunk a világról, és ez nagyon jó. A materializmus nagyon sok mindent felfedezett, megvalósított, megcsinált. Tehát, hogy ég a fénycső, vagy megy ez a mikrofon, vagy az adatrögzítő, vagy az akár, ez jó. Tehát nagyon sok mindent megvalósított, ami fontos dolog az emberiség. Sokat javított az emberiség dolgain, ez rendben is van, de van egy pont, ahol bedugult és nem tud tovább lépni. És én ezt már 30 évvel ezelőtt láttam, hogy ami a legnagyobb hiba, az az, hogy nem tudjuk mi a téridő, nem tudjuk mi az anyag, nem tudjuk mi a lélek, egyáltalán van-e, nem tudjuk mi az Isten, szóval csak ilyen apróságokat nem tudjuk. Tehát ezen egy kicsit mondjuk talán már módosítani illene, gondolkodni rajta 30-40 év után már itt az ideje, hogy 100 év után, hogy ezen elkezdjünk gondolkodni. A nagy filozófusok, amikor a létezés kérdéséről szó jött, ugye, hogy mi a létezés, akkor elkezdtek viharosan mellé beszélni. De mindenki, a legnagyobb, Spinoza vagy bárki, akit nézel, nagy filozófusok, mind elkezdett mellé beszélni, de pont a lélekről is mellé beszéltek, meg pont a létezésről is mellé beszéltek. Most az itt ülők hibátlanul pontosan tudják erre a választ. Tehát én nektek nem akarok semmi újat megtanítani, hiszen ti tudjátok a választ. De mi van a János könyve, mivel kezdődik? Kezdetben vala az ige, de hosszú ível van, ugye van egy rövid ível, hanem ige pont, pontos ível, hanem ige, hosszú ível, milyen furcsa. Nem veszik észre, mert nagyon rossz a helyesírásuk. Tehát a trafik volt ideje a dohány volt, két tével. Mert a trafik az egy iges ige, ugye? Adja magát. Tehát rossz a helyesírásuk, és mint a rossz a helyesírása, nem veszi észre ezt a kis nüansznyi eltérést, hogy hosszú ékezet, vagy rövid ékezet. És ott elmondja János, hogy kezdetben vala az ige először Isten vala, nem Istennél vala, de aztán később így is fordították az eredetibe, Isten vala, később minden, ami lett az igéből lett. Ez egy őrületesen fontos dolog, mert hogyha megkérdezel valakit, hogy láttad-e már Istent? Te láttad már Istent? Rám néz a szöntelem. Na jó, nem kell mindjárt. Nem kell mindjárt elárulni. Tehát a lényeg, hogy nem, láttad-e már, hol van az Isten? Te láttad-e? Személyesen, tudatosan láttad-e? Ugye? Na most, ha tessék, azért nem értelem, mondtam a János könyvét, tessék észrevenni, hogy minden, ami lett az igéből lett. Bocsánat, akkor azt jelenti, hogy ez a terítő igéből áll? Vagy a mikrofon? Igen. Igen. A válasz igen. Minden, ami csak körülötted van, igéből áll, mert minden, ami lett, akkor ne tessék nekem szép velegni össze-vissza, hogy de az nem ember, meg az nem izé, nem hozé, hanem akkor tessék ezt a mondatot komolyan venni. Nagyon jól jött a János, hiszen egy kezdeti valamiről van szó, és ezt a kezdeti valamit nem definiálta a fizikánk. Baromi nagy hibát követtek el, nem követték a logika vonalát, ugye? Leírták a hullámfüggvényeket, jól, nagyon jó a hullámfüggvény, vagy legalább jó közelítése jó, de egyet, borzalmas mértéktelenül elfelejtettek, és mi az? Mi az ige? Vagyis, hogy hullámforrás, mi az a hullámforrás? Te tudod? Hát az az érdekes, hogy ti mind tudjátok, ugye? Hát mi az ige? Na, létezés, történés, cselekvés kifejező szó. Figyelj, most, igen, és most figyelj, három ideje van, múlt, jelen és jövő. Bocsánat, ha már ebből nem tudja valaki,
agyilag nem tudja annyira zokni, hogy nem tudja ezt ebből kikövetkeztetni, hogy itt az időről van szó, akkor valami nagy gáz van. Tehát a logikai rendszerrel, a vallási rendszerrel, minden nem nagy gáz van. De a materialistával is, meg a vallásosan is. Hát ott van egyértelműen leírva, a nyelvtani definícióban az itt ülők ezt mind kórusba fújták, vagyis hogy ezt itt tudják. Én nem akarom nektek elmondani, hogy ez mi, mert még mind tudjátok ezt a dolgot, csak a kettőt, csak annyi az egész, hogy tedd össze. Na mi lehet ez az időforrás? Mi lehet az, amiből a világegyetem keletkezett? Ennek egy feltétlenül két tulajdonságot kell hordoznia, forognia kell valamilyen módon, és terjedni. Na most először elég, ha forog, az a nagyon érdekes, ez egy jó, amit föltettél, ez már az első könyvemben az ábra benne van, tehát ha valaki azt mondja, hogy én 5-től ezt elloptam, akkor mondanám neked, hogy ez 91-ben jelent meg komám, és te most elkezdted mondani 2019-ben, vagy 2011-ben, mikor elkezded mondani, hogy ezt én tőled szedtem, akkor mondanám, hogy akkor egy kicsit jobban figyelj, mert ez már az első könyvem, mert ez az ábra megvan, és ez az ábra nem más, mint az időforrás. Ez nem más, mint az időforrás, vagyis, hogy az Atya képe. Tehát ez az Isten, de ez maga a forrás. Ez még nem a kiáradás, ez maga a forrás, tehát lerajzoltuk, hogy milyen lehet a forrás. Ebben van egy nagyon izgalmas dolog. A Klein, aki egy jó fizikus volt, foglalkozott ezzel a stringekkel, meg a dolgokkal, jól foglalkoztak, az idő szerkezetével kezdtek foglalkozni, és nagyon jól kezdtek el menni. Később a száluniverzumról is beszéltek, az a string, vagy aztán később beszéltek a sík univerzumról, a brain-ek, tehát a membrane, a ilyen hártyák, vagy hogy mondja, időhártyák. Kezdtek róla beszélni, de aztán ez nem a köztudatban, a tananyagban nem igen jelent meg. Pedig nagyon lényeges, hiszen a világegyetem dinamizmus nélkül nincs. Nem azt mondom, hogy nem lehet, hanem nincs, nem létezik. Az sem. Dinamizmus az alapvetően kell hozzá. Tehát az alapvető, egy toroidat próbálj megkeresni nekem inkább, az alapvető dinamizmus már egy olyan felület kezdi megvalósítani az alapvető dinamizmust, amely egy ilyen úszógumi alakú, azt biztos, hogy neki tudja. Milyen egy úszógumi? Egy, nem ilyen kacsás, meg hiszen ne arra gondoljál, hogy egy kis kacsa is van rajta, hanem az autó belsőt, amit felfújtak, ilyen teherautó belsőt, azzal úszkáltunk a Balatonon, ilyen ronda, fekete, ilyen alapja volt neki. És ez a felület már így tud áramlani, tehát így a gyűrű mentén, és még forogni is tud. Tehát ez már hordozhat kétféle mozgást legalább. Ez egy felület, és ez tudást is hordozhat. Hogy? Hogy tud ezt tudást hordozni? Nincs agya, ugye? Mert a tudást valahogy az embernek az agyhoz próbálják kötni. Hát az a helyzet, hogy miután rengeteg adatrögzítési módszert találtunk ki, mondjuk a hanglemez vagy a henger, amikor még a hangfelvételt a Kodály Zoltán, meg mit tudom, ilyen hengerre. Fonográf, igen. Az hangíró, az azt jelenti, tehát amikor már fölvették egy ilyen hengerre a hangot, aminél egy ilyen spirál mindig vitte arra a tűt, és akkor így ilyen spirális vonalat írt, igazából egy kemény viaszhengerre, bele rezette magát abba a viaszhengerbe, ahogy beleveszítél a tölcsérbe, rezettette a tűt, és a tű összefirkálta azt a tölcsért, de úgy, hogy a hangod üteme benne volt. És az volt az érdekes, hogyha ezt a visszatetted az elejére, és nem beszéltél semmit, csak visszatetted az elejére, és elindítottad egy motorral, ami szép lassan, rugómotor is lehetett, tehát nem kellett hozzá elektromosság, és elindítottad, és akkor szépen végment rajta, és visszamondta ugyanazt, amit vele mondta. Jó napot kívánok, akkor azt mondta ez is, hogy jó napot kívánok. Mert a rezgések ott voltak, amit a hangoddal keltettél egy tűbe, ami ott belerezette magát. Na most, ez már egy módszer. Akkor ott van a mágneses hangrögzítéssel próbálkoztunk, a hangszalag például ilyen volt, ugye a magnószalag az ilyen volt. Ott egy ilyen kis réses
kis tekercs volt, egy kis résssel, és akkor ment előtte egyenletes sebességgel egy ilyen kis mágneses réteggel bevont műanyagszalag. A legelsőnél acéldrót ment. Tehát az már Hitler idejében meg volt, még a rögzítettek rá, ahol nagyon régen, az már régen feltalálták. Nem én vagyok a gazdája. Kutya az megtalálja a gazdát, a kutya az olyan. Na most, tehát az acéldrót ment ebbe a szerkezetbe, és ha rábeszéltél, akkor mágneses hullámcásokat vittél bele az acéldrótba, és az acéldrót mágnesezhető, és ezért fölvette magára ezt a dolgot. Ugye egy tekercs acéldrót, és akkor fölvették rá, azt is egy egyenletes mechanikával tekerték, ami vitte előre mindig ezt, forgatta ezt az acéldrótot, vagy a cséléket, és akkor a drótot húzta, és akkor szépen föl lehetett rá venni valami hangot, tehát istentelen rossz hangminőségben, de föl lehetett rá venni. Szóval hallottad, hogy azt mondja valaki rajta, hogy jól napot kívánok. Hát aztán ment a már finomabb hangrögzítés ezekre a hangszalagokra, aztán már képrögzítést is rá tudtunk venni, az volt a VHS Magnónál, ugye. A Beta is volt, meg Beta Kamma, meg sokféle volt. A VHS volt a népileg elterjedt. Ugye, mert azt nem lehetett másolni, mert olyan ócska volt a másolat, hogy egyszer lemásoltad, olyan hangyás volt, olyan vacak volt, hogy az csoda. Tehát nem lehetett lemásolni a filmet olyan jóra, hogy az tényleg élvezhető legyen. És akkor ezért már ezt foglalták el, mert akkor hát nem lehet olyan könnyen ellopni egy filmet. Mert hogy vacak lett, aztán digitalizált változatban még tovább is képi MP4-ben, vagy mit tudom, miben lehet rögzíteni a hangot, meg MP3-ban, vagy WAV-ban, vagy VMA-ban, vagy egy csomóféle módszer van, hogy milyen stílusban rögzíti. Ezek különféle programok, amik átalakítják a hangot, hogy kis helyen elférjen, de majd amikor visszajátszod, ne torzuljon nagyot. Hát ezek ilyen programocskák. És az a lényeg, hogy az adatot így próbáltuk rögzíteni, de azt is lehet, hogy nullákat és egyeseket vések fel egy kőtáblára, tehát azzal is lehet az adatot rögzíteni, ugyanúgy, mint a számítógépbe, tehát utána azt a nullákat és egyeseket te beviszed majd egy számítógépbe, beleírod és beviszed a megfelelő programba, akkor ugyanazt le lehet írni nullákkal és egyesekkel, mint hogyha tényleg valami adatfestmény lenne, vagy akármicsoda. Tehát egy festményt be lehet vinni. Hát istentelen nagy munka. Képzeld el, hogy 1 millió képpontot bevinni, az még csak egy ilyen kis kép, 1 mega. Ugye? De hát egy ilyen jobb képek már 2-3, legalább 2-3 megások. És akkor azt jelenti, hogy az 2-3 millió bájtos. Most az mire azt te bevésed egy agyaktáblába, az nagyon sportos lesz. Azzal kell dolgozni. Na de az a nagyon érdekes, hogy ez a forrás, amiről most kezdünk beszélni, ez gyakorlatilag a világegyetem összes tudását képes megőrizni. Hú, ez már érdekes. Hogy a fenébe férne rá egy majdnem pontszerű parányi ilyen kis úszógumira, hogy férhetne rá a világegyetem minden tudása? Ki előre kell ugranom egy kicsit a gondolatmenetbe, mert sosem magyarázták meg becsületesen a Heisenberg-féle határozatlansági relációt, az pedig az Heisenberg már jó régen kitalálta, és de hát már túl van erősen a 100 éven, és nem magyarázták meg becsülettel, hogy miért van. Mert megpróbálnak leírni egy elektron, de nem lehet leírni az elektron pontszerű. Picik is valami egy elektron, de nem lehet leírni, csak ilyen felhő formájában lehet leírni. Felhő, hát hogy kell ide felhő. Most az benne az érdekes, hogy a lényege az, hogy ez a felhő, ez attól keletkezik, hogy ez az elektron nem egy helyen van, hanem baromi sok helyen van. Direkt mondom ilyen népiesen. Tehát mondhatnám, hogy megszámlálhatóan végtelen, de azt már kevesebb. A matematikusok érték, de a többiek már nem annyira is. Tehát nagyon-nagyon sok helyen van egyszerre. Hogy lehet valami egyszerre sok helyen? Úgy, hogy nagyon sok térrétegben terjed a képe, ábrázolódik a képe, és a nagyon sok térréteg mind máshová és máshová teszi ugyanazt az elektronot. Tehát szétkenődik. És visszatérve erre a forrásra, ennek a felületén egy ilyen borzongás. Ebben a borzongásban hányféle állapotot lehet fölvenni? Ez csak bontás kérdése, hogy én mit határolok-e bontásnak. Végtelen sokféle borzongást föl lehet rajta venni. Egy pontot is a Heisenberg-féle gondolattal hányféle állapotba lehet tenni, ugye?
N-szer N állapotba lehet tenni, az végtelenszer végtelen, tehát iszonyatosan sok. Egy pont. Hogy tárolhat egyetlen pont végtelen sok információt, ne hangosítsák fel, akkor nagyon elkezd kongani. Tehát végtelenszer végtelen. Ez a morzongás. Ez nem egészen a morzongás, ez a részecské, de jó, hogy föltetted. Ez pontosan a Heisenberg-féle határlanságra egyfajta magyarázat. Elkezdték kiszámolni a részecskék felszínét, hogy milyen. És hát amikor még kisebb bontást tudtak csinálni, tök simának látszik. Ó, sima, értjük. Aztán elkezdték jobban bontani. Tehát milyen bontást kezdtek el csinálni. Akkor már ilyen rücskös lett a felszín. Azt amikor meg már még a számítógépek még jobban ki tudták számolni, mert sokkal gyorsabban működtek, és ezért nem kellett 5 évig várni a válaszra, hanem egy fél óra alatt kiszámolták mondjuk ennek a felszínnek a kinézését. Hát bizony akkor a legalsó állapotban láttuk. Ez mintha meg lenne a népmeséinkben. Mi is ez? Ez az aranygyapjú. Bizony megvan a népmeséinkben. Ez az aranygyapjú. De honnan a büdös fenéből tudták ezt a népmeséket? Honnan tudták, hogy ki látta az atomok felszínét? Hát ki látta? Ja, hát ahhoz nem elég egy ilyen mikroszkóp, mint amit van az asztalon. Mert ez mondjuk tud ilyen 200-szoros nagyítást, de hát a 300-szoros. Gyerekek, ez nem elég arra, hogy megnézze az atomok felszínét. És mégis volt róla információ, és nagyon-nagyon sok információt találtam, és ezek az információk gyönyörű szépen rámutatnak arra, hogy az valahonnan nekünk az világról olyan részletes és mély információnk is volt, amit ma még mindig nem értünk el. Na de hol? Hogy a felébe? Honnan volt ilyen? Hát ugye földönkívüliek nincsenek, ugye? Mert ha ilyet mond valaki, az mind bolond, meg mit tudom, micsoda. Hát dílis, az a UFO-król beszél, az mind dílis. Tényleg? Csak itt ebben a táborban már kétszer láttunk UFO-t. De úgy, hogy alacsonyan, nem az, hogy egy csillogó kis izé Vénuszt láttál, nem haver, nem, hanem itt röpködött a focipálya itt, ami mögöttem van. Azért lettünk mi itt, azért kezdtünk itt táborozni, mert a Gyuri, aki ez a tábor, egyszer hajnalba kijött, és állt egy UFO körülbelül 10 méterrel az focipálya fölött, egy nagy dög UFO, itt állt a focipálya fölött, lebegett, sírítsenek. Ajaj, mi ez itt, mondta Gyuri. Berohant a UFO klubba Egerbe, és akkor az Ivánnal ott elkezdtek ezen filózni, és akkor utána, de kérdezzük meg a Kisfaludy Gyurit, mit tudom, és akkor utána javasolták, hogy itt legyen a táborunk, mert akkor ő is meghallgathatja az előadásokat, és akkor megtudhatja, hogy vannak-e UFO-k, vagy nincsenek, de hát látta, hogy vannak ilyen, ott lebegett alacsonyan, és az Erdély Sanyinak a lánya is látott egyet, csak az magasabban volt, az meg ilyen mozgással mozgott fönt, hát ilyen 150-200 méter magasan, de jól látszott, tehát így nézte, hogy ott lebeg az égen egy ilyen UFO, hogy ez ugyanaz volt-e, vagy nem, azt nem tudom, csak annyit tudok, hogy ezt a kettőt már legalább itt látták. És hát én magam is láttam jó néhány ilyet, úgyhogy nem elhiszem, hogy vannak UFO-k, hanem halálosan biztos vagyok benne, hogy vannak földön kívüliek, és vannak földön kívüli járművek itt, és azzal látják is emberek, és még találkozni is lehet velük, akár fizikailag is. Tehát tudva tudom, hogy kimentek egy expedíció külföldre, északra, azt hiszem Norvégiában voltak, de lehet, hogy nem Norvégiában, nem Svédországban, szóval nem akarok butaságot mondani. A magyar tévések voltak, kim voltak, és ezek a magyar tévések aztán 2 napot beszélgettek a földön kívüliekkel. Mondom, beszélgettek. 2 napot. Tehát nem az van, hogy az égen láttak egy Vénusz, hanem bocsika, lejöttek, ide a járműveikkel leszálltak, és itt 2 napig egy házikóban összejöttek, és lefilmezték őket, és minden a magyar televízió, nem valami szélhámos társaság, a magyar televízió kameráival mentek el filmezni, és le is filmezték az egész találkozót. Soha a bűnös rohadt életben be nem fogják mutatni.
De attól kezdve már nem lehet azt mondani, hogy hülye ez, meg hülye az, nem. Ezek itt voltak, és itt beszéltünk velük neked, te ne magyarázzál. Mert az összes tévét meg voltak, vagy 20, mi nem jogi dobni, ugye, mert azok fontos operatőrök voltak, meg fontos emberek voltak, hát mégsem lehet mindenkit kidobni. Tehát itt kezdődik a balhé, hogy ezek itt jártak valóban. Először én voltam velük elfilmezni, azt is lefilmeztünk egy bazinagy ufót, lefilmeztük, nem szállt le, azt fönt láttuk, először a felhőbe bujkált, csak a felhőből hat ilyen felhő fosztán jött lefelé, de folyamatosan ilyen oszlopszerűen jött lefelé, ilyet én még nem láttam. Szóval ez nem a szokásos hurikán, meg mit tudom, nem. Ez egy teljesen békés idő volt, szél nem is fújt, és egy elég nagy felhő, ja, és igaz, hogy napnyugta volt, igaz, hogy vörös volt azért, csak egy nagy baj volt, ez a felhő sokkal lejjebb volt, és az a felhő is világított, de teljesen irracionális módon világított a felhő, ilyen vöröses színnel, mintha naplemente lenne, de nem az volt, és jött belőle hat ilyen felhő kukac kifelé, elég nagy, mert a hajtóművei fújták lefelé azt az álca felhőt, amivel körülvette magát, aztán lelépett az álca felhőből, de az is megvan filmen, hogy kockázva, hogy meg lehetett nézni, én ezt a filmet se láttam. Bár én vittem őket ki filmezni, de aztán érdekes módon nekem nem adták oda másolatba a filmet. Egy ilyen nagy Sony kamerával vették föl, hát nem egy ilyen kis polvakukkartós kamerával, vagy telefonnal, hanem ez egy profi TV kamera volt, ami akkor profi volt. És Simon Fán vettük föl. Simon Fán, szemben aludtunk az egész stábbal, és fölvettük. De az a lényeg, hogy utána ugyanezek mákkor ellesték tőlem a módszer, és ezzel a módszerrel sikerült a földön kívüliekkel beszélni, és el is jöttek a találkozóra. Beszéltek vele, de úgyhogy kétnapos riport. Azért az már nem semmi. Tehát nem az van, hogy 5 percig mondtam valamit, összehamisítottak a Photoshopban, szóval nem erre volt szó. Ez egy kétnapos riportfilm, több kamerával, több kamerálásból fölvéve. Tehát volt ilyen, nem fogják bemutatni, biztos. Tehát visszatérve erre, a tudást valahonnan szerezték. Tehát ezek az őseink a tudást valahol szerezték. Te, aki itt ültök, kivétel nélkül mindenki kapásból tudja, hogy működik egy fénykvantum. Hogy működik, érted? Azt is tudod. Tudod, hogy milyen, hány forrás van benne, hogy működik, ezt te tudod, csak nem tudod, hogy ez a fénykvantum. Pedig a fénykvantumot 5 tűzelem, a 7 tűzelem kelti a fénykvantumot, mert a térkvantumot 5, de a fénykvantumot, amit világít a lámpákból, a fénycsövekből mindenhonnan, azok 7 darab időforrásból keletkeznek, 7 plusz 1 igazából, mert van egy királylány a balhéban, és ez a 7 tűzokádó sárkány az, aki, vagy egy tűzokádó 7 fejjel, most tök mindegy, mert hogy igazából arról van szó, ez a 7 tűzokádó az nem más, mint 7 tűzelem, ami folyamatosan egymást másolja, és hozza, tartja újra létezésbe egy időhurokban. Tehát ti ezt tudjátok, mindenki tudja, mert a hétfejű sárkányos mesét ki nem tudja közöltek. Hányan nem hallottatok hétfejű sárkányról? Legalább egy tegye fel a kezét, mert nincs. Én tudom, hogy mindenki hallott. És ez a hétfejű sárkány, ez nem más, mint a fénykvantum. Nem más, mint a fénykvantum. Méghozzá a működési elve is benne van. Mert hogy döglik meg a sárkány? Hát, vagy levágjuk egyszerre a fejét. Egyszerre a fejét. Nagyon lényeges eleme. Vagy színeszül. Az a királylány, mert azért hívjuk úgy az asszonyt, hogy szívem. Persze, nem tudtam a nőket, úgy, hogy szívem, úgy kell szólítani. Hát miért? Mert ő van a központban. A királylány van a várban bent, a központban, és ő az, aki szüli a sárkányokat, a sárkányok szülik a királylányt. És ez végtelenség ismétlődik. Persze itt nem biológiai királylányról, vagy biológiai sárkányról van szó, aki tüzet okál, hanem tűzelemről van szó, és a tűzelem az teljesen más. Fölfedezte a fizika, úgy hívják, hogy tahion. Ezt fölfedezték a fizikában, Otto Lang foglalkozott vele a hidrogén szénképvonal felhasadásnál, aztán utána lelőtték a pályáról, mintha nem lenne fontos. De az a legfontosabb, mert a világ egyetem egyik legfontosabb létezője, amit talán érteni kéne inkább, mint hogy lelőtne a pályáról. Mert nem értették, mert az einsteinisták, hát
hát az a dogmatikusok, ugye? Mert a dogmatikus az az van, hogy megérti idáig a dolgot, és amiután idáig megértette, tovább lépni képtelen, de ezt ő már bemagolta, és akkor ezt el tudja mondani, és ő is megképzeli magát, mert el tudja odáig mondani. Egyenlő összet, C-nézet, kijön, hú, mindent tudunk a világból. Egy felét tudunk minden, nem tudunk róla semmi, gyerekek. Ebben az esetben ez nem igaz. Tehát a tömegtelen időforrásra abszolút nem igaz, hogy egyenlő összet, C-nézet. Ez maga az időforrás, ami itt forró most a képen, ez maga az időforrás. Na, az a nagyon érdekes, hogy te egy zöld meg egy kék időforrás látsz forogni, de derékszögbe egymással. De a valóságban nem ez van, amíg ők nincsenek egyszerre. Ez nagyon gyorsan váltakozik, hol a kék van, hol a zöld, hol a kék, hol a... és nem is kék, meg nem is zöld, csak olyanra rajzoltuk, de annak nincs jelentősége. Tehát az a fontos, hogy ezek felváltva léteznek, és hogyha ezt ebben a pozban megállítod, hagyd így, mert ez most nagyon fontos, tudnék, ha ebben a pozban megállítod, akkor ezt az ábrát valahol láttad-e már? Hol? Már templomokon ilyen lyuk van, vagy például a Szegedi Dómnak az oltár állványzata mögött, az négy oszlopon áll, ugyanolyan, mint ami a Szent Péter Bazilikában, tehát négy oszlopon áll, Rómában ami van, ugyanolyan ez is, csak a hátul a falon van egy ilyen fölfestve, nagyon nagy, tehát egy ilyen 8 méteres vagy, viszont szóval nagyon nagyban föl van festve, mert ne ábrázold az Isten tégelföldre levegőre, emlékszel? Ez volt a tépás, ma, hát ez az Isten. Föl van festve oda az oltár mögé. Jó, olyan, jót festettek oda, csak azért mondom, hogy ugye ne ábrázold az Istentet. Utána a Sixtusi kápolnában, mintha maga a pápa rendelte volna meg, az Ádám tudom, bele lehet a lelket az Isten. Ez az Isten az egy ilyen öreg, de nagyon testes hős, akkor az Ádám is egy ilyen, hát ilyen futta pöcsök is, és akkor bele lehet a lelket, és akkor Ádám fölé lehet. Na jó, ez nagyon jó, romantikus, nekem semmi bajom, mint a romantikával, csak a valóságtól ez roppan messzire van. Parancsolj! Tudtam, hogy a német Józsi nem egyszerűen. Mondjad! Ez az ábra azért jó, mert ha a időfizika elé megyünk, akkor a képzetes világban, ahol az önvaló Isten van, aki nem dologi, tehát nincs semmi dolog, és nincs teremtett mese. Én nem mondtam, hogy dologi. Igen, Féki az jó, de a bindu az már az dologi. Az nem dolog. De azért dolog, mert az önvaló Isten gondolatából van. A gondolat már dolog. Gyönyörű. De, jó, majd mikor lesz az előadásod? Szerdán. Jó, meghallgatjuk. Tudtam, hogy most te nagyon le akar engem győzni valamiért, mindegy. El fogja mondani az előadásában, de ennek semmi jelentősége nincs, mert ugye én sosem féltem a kritikától, a Józsiétól se félek, csak akkor szét fog esni az egész előadás, hogy egymással itt egy helyi vitát folytatunk, hitvitát, hogy mi a csodát. Tudnék, én sosem mondtam erre az időforrásra, hogy ez dolgi. Tehát ez nem anyagi valami, hanem ez egy teljesen tömegtelen, és nagyon parányi valami, és nem kell hozzá az egész világegyetem működéséhez csak kettő. Tehát az, hogy a világegyetem létrejön, csak kettő darab kell ilyen, nem kettő. A kettőben létre tudja hozni az univerzumot. A másikról nem nagyon szoktak beszélni, elszépenik, meg a patriarkális gondolkodás is letolja a pályáról, mert hogy, tehát ilyen férfiista gondolkodás, letolja a pályáról, de hát közben szó nincs arról, hiszen itt nem biológiai lényről van szó az előbb, amit mondtam, nem biológiai bácsiról, meg a bácsi pöcséről van szó, meg a mit tudom én, nem erről van szó, mert mindenki ezt ide próbálja lerántani, mert nem érti az egészet, és akkor megpróbálja lerántani valami olyasmit akar oda belemagyarázni, amit már ő is ért. A pöcsét érti, nagyon jó, csak éppen egy dolog van, nem arról van szó, egyáltalán. Ez az időforrás, ez egy tömegtelen, parányi valami, és tulajdonképpen a világegyetem egyetlen létezője. Egyetlen fajta létezője, hogy pontosabb legyek, mert a másik létező, ami kell a dologhoz, az is csak ugyanolyan időforrás, és ezek az időforrások
összesen talán 10 vannak az egész univerzumban. 10 darab. És ezeket hívjuk úgy, hogy originális. De az originális az majd keletkezik, mert akkor az uszogomi formában van még, amivel kezdtünk, akkor még nincsen. Mert nincs kiállodás. Akkor még csak ez önmagán belül darál körbe-körbe, már tartalmazhat rengeteg információt, de ez nem anyag, nem részecske, tehát megismerhetetlen, mert olyan parányi, hogy olyat még a világ sem látott, olyan parányi, a legkisebb dolog a világegyetemben, és a legnagyobb is egyben. Majd akkor lesz a legnagyobb, amikor megnyilvánul. Ameddig nem nyilvánul meg, addig ő nincs is kifelé. Van, létezik, csak nem nyilvánul meg kifelé, és detektálhatatlan. Semmivel nem lehet mérni, látni, mert hogy semmilyen műszer meg nem mutatja őt, hiszen nincs kiállodása, nincs amiről visszaverődjön valami, nincs fény, hát a fényfantomoknál milliárdszor kisebb, tehát mi a fenével nézed meg? A fényfantomot már meg lehetne nézni, ha volna elegendő tudásunk hozzá, tehát odáig már el lehet tudunk jutni, de az időforrásnak a megnézése az még nem egy egyszerű feladat. Szóval a mi műszereink azok még nagyon-nagyon messzire vannak attól, de tényleg 1000 nagyságrenddel arra vannak, hogy ezt megnézzük, tehát vékonyabb, kevesek vagyunk hozzá, mondják a pesti taxisok erről, hát ez vékony. A tudásunk vékony. Parancsa. Anyagi műszerrel nem is lehet, nem? Anyagi műszerrel? Hát nem tudom, hogy lehet, de én még nem tudom, hogy hogyan tudnám, már meg tudnám neked nézni. Viszont mondtad, hogy van olyan hologram múzeum, ahol ugye a mikroszkóp is hologram. Igen. Lehet, hogy hologram most műszerrel. Láttam. Meg lehet nézni. Megnézni meg lehet, csak egy kamu. Tehát a fizikai valóság nem tud megnézni. Mert ott igazából a hologramos, a lehologramozott mikroszkóban be lehetett nézni. Képzeld azt, hogy ott a falon egy lapos kép, semmi. Csak egy lapos kép. És ha oda mentél a kép elé, akkor ott láttál rajta egy mikroszkópot térni. Tehát így kiállt az okulár belőle, mint abból a mikroszkópból ott az asztalon. Így kiállt a két nézőket. Belenéztél, nem fogod elhinni, hogy azt láttad, hogy mi van a tárgylemezen. Addig ezt az okulárt láttad, de hogyha közelről így belenéztél a nem létező okulárba, mert csak virtuális volt, belenéztél, látszott a tárgylemez. És mit tudom, hogy volt rajta egy légynek a szeme, vagy mit tudom, micsoda, tehát nagyítva láttad a létszemét. Na de ha innen nézted, nem láttál semmit, csak ha belenéztél, mint a mikroszkóp alatt. Pontosan olyan volt, azt az illúziót keltette, úgyhogy Leninnek a tintatartóját is láttam kievve, amit így leholografáltak, és körbe lehetett járni a hologramot, és megnézni a tintatartót jobbról balra. Egy ilyen pirosra festett épületben volt, nagyon jól nézett ki, ilyen oda volt. Tehát, mert hogy ilyen olajfestékkel a befestették az oszlopokat, az épület oszlopait, rettenetesen van, rondán nézett ki. Tehát ilyen gusztustalan volt, ugye mi hozzá vagyunk szokva, hogy ezek az oszlopok kőből vannak, kőszíne van. Vagy márványban van, márvány színe van, de pirosra van festve, olajfestéken át van nagyon. Ennyi. Tehát visszatérve, majd amikor a két, még nem jutottunk idáig, hogy vízelem, hanem majd amikor ennek a úszógominak a közepén egyre kisebb a lyuk, és egy fél fordulatot tud csavarodni, mert ez így még csavarodni is tud. És ahogy csavarodik, akkor egyszer csak kereszteződik ott a közepén, és lesz belőle olyan, mint a 8-as, azt érted? Tehát, mint a 8-as rajzoljuk, lenniszkálta, ugye így hívják a geometriában, és ez állva is értelmes, fekve is értelmes. Érdekes, hogy a végtelen jelünk a matematikában az egy fekvő 8-as. Ez azért értelmes és elgondolkoztató dolog, hogy pont az a jelek. És ez a végtelen, az nem más, mint az időforrás. Ez egy végtelenségig tartó valami, ami az eredetiek, az nem másolati, tehát az nem függ senkitől és semmitől, ez nagyon lényeges eleme a dolognak, nem keletkezett és nem pusztul el. Tehát ezek örökösek. Ezt mondták le a Földön kívüliek is nekem, úgyhogy hogy az mindig volt, meg mindig lesz. Hát nem tudok ennél többet mondani, és ők bizonyára kicsit előre vannak a fizikában, mint mi, mert hogy hát olyan csillagközi, meg galaktikus közi űrhajók vannak, amely hetek alatt átmennek a galaxis túloldalára,
Szóval a mi rakéta elképzeléseink az a porbafingó kategóriába tartozik még, tehát semmi, ez játékszer. És visszatérve, ez a majd a vízelem lesz, amit most föltett az Imike, de nem itt tartunk még, csak ott, hogy amikor kereszteződik, akkor jön az az ábra, ami két ilyen alakú, ilyen 8-as alakú valami volt, csak felváltva egymásba, az a kék meg a zöld, amit az előbb láttunk. Na az a felület csak nem így néz ki, mint ahogy ezen a filmen volt, ez egy nagyon régi, még Amigával készült, tehát ez egy nagyon régi minta, amit csinált, most mutattunk, ez egy roppant régi, még Amigával készült ez a mozgó ábra, ami akkor nagyon nagy dolog volt, amikor készült, de nagyon régi is. Azért tartottam meg, mert rajta van még a készülés dátuma. Azért tartottam meg, ezt nem most találtuk ki, hanem ezt 30 éve találtuk ki, és kezdtük el mondani. Mert rájöttünk, hogy forrás nélkül nincs hullám. A fizika, amit mondtam, mértéktelen elrontotta, mert forrás nélkül hullámok függvényeket, leírta a hullámfüggvényeket, csak mi a fene kelti a hullámot? Egyszerűen nincs róla szó, elkezdenek mellé beszélni, eltáncolnak, kész. És ha fölteszed a kérdést a fizika tanárodnak, ki fog rúgni, csak megsugom neked, a diákoknak mondom, meg ne próbáld meg, a lábad nem éri a földet, úgy rúgnak ki. Mert nem tud válaszolni a kérdésre, és nagyon fog téged gyűlölni, mert ha valamire ő nem tud válaszolni, hiszen ő mindent tud, akkor nagyon fog utálni téged, és még több ilyen is dolgot is majd mondok neked. Tehát amikor ebben az állapotban van, akkor igazából váltakozva van a kék meg a zöld, és amikor váltakozik, ekkor már körülött egy gömbszerű világ, hol az egyik, hol a másik irányba kiárad. Ez irányba se igazán jó, mert gömbszerűen állod ki. Tehát ezek skalár rendszerek. A skalár az azt jelenti, hogy nincs irány. Mindenfelé az az iránya, hogy mindenfelé. A gömb az egy skaláris mennyiség. Az idő is egy skalár mennyiség, csak úgy mondanám a fizikában. Az azt jelenti, hogy nagysága van, de iránya nincs. Na most ezért aztán a fizikusok azt csinálják, hogy egy koordinátorrendszerbe fölírja, hogy x, y, és a z helyett betűz egy t-t. Ezt csinálják a fizikában. De hát persze, összerakja az almát a körtével, és senki nem kiabál, hogy de hát mesztelen a király, a matematikában ezt nem lehet. Érted, hogy a két teljesen eltérő mennyiséget így fölírja. Koordinátorrendszerbe föl lehet tenni, csak a fizikai valóságban ez nem lehet. Tehát az egyik az egy iránytalan, a másik az meg egy iránymennyiség, mert a tér az iránymennyiség, ameddig az idő meg skalár mennyiség. Ezeket nem lehet összevonni, és ez az érdekes, agyilag összevonja. És akkor kezdenek a bajok lenni, mert ez egy gömbszerű koordinátorrendszerben írható le, és nem egy ilyenben, mint amivel leírják, és ez egy egydimenziós gömb. Na ez aztán mindennek a tetején. Egydimenziós gömb, hogy a francba lehetne. Ugye a gömb az egy háromdimenziós valami, ugye úgy tanultuk. Egydimenziós nem lehet egy gömb. Ilyen gömb. Amikor, de nem pulzál így, hanem ez végtelenség terjed. De ez az alapelve, hogy így terjed. Csak ez az egydimenziós gömb, ugye ilyen időrétegekből áll, mert hol itt árad ki, hol az ellenütemben, hol itt, hol az ellenütemben. És ez két világot kezd kelteni, már időforrás idejében is két világot kell, ezt és a túlvilágot. Úgy hívják, hogy túlvilág. Nem a más világot, bocsika, mert az nagyon eltér, az ugyanolyan, de nagyon eltér. Hogy lehet ilyen hülyeséget mondani? Ugyanolyan, az nagyon eltér. Hát úgy, hogy a más világ az máshol van. A túlvilág az ugyanitt. Tehát van ennek a világnak is egy tükre, egy abszolút tükre, amiben minden fordítva van, tehát ott a tér, a hipertér, vagy nem bocsánat, a tér, az anyagi tér, meg az antianyagi tér fordítva van teljesen. A téridő, az ottani téridő is fordítva van, de mégis össze van kötve ezzel. Gyerekek, rajta van a Szent Koronánkon. Ez egy nagy tudás, rajta van a Szent Koronánkon, nem fogjátok elhinni. Azért rontották el a Szent Koronánkat, mert elrontották. Simliskednek, hogy mi rá ne jöjjünk valamire, már a második József idejében
még megvolt ez az információ, azért nem merte föltenni a koronát, mert már több Habsburg vizét kapott, süsüt kapott, játszadoztak a koronával, csak hogy ez a korona, ez egy működő valami. Ez nem egy ilyen kis bádogi, smici sapka, mert ilyen nagyon aljas, nagyon sunyi magyar imádók mondtak ilyeneket rá, ez nagyon sunyi aljas, tehát hogy neked még csak egy, annyi sem maradjon, hogy van egy olyan bádogod, ami szent. Na, semmi nem maradjon neked, tehát megpróbál minden törőközött kirángatni alulad, hogy ne örüljél, ne, vedd már észre, nem vetted észre? Ne örüljél, ne csinálj, soha ne legyen sikered, soha, mindig csak leszólnak téged, de vedd már észre, hogy ez egy taktika. Vedd már észre, ez egy taktika, egy népet ezzel le lehet nyomni, ha komolyan veszi, hát ha jót mosolyog rajta, akkor nem lehet lenyomni. Akkor lehet lenyomni valakit, ha erre rá reagál. Tehát ha nem reagál rá, akkor nincs viccelt. Egy nőt le lehet azzal nyomni, hogy hát háromször van a medvívóján, ami egy dollár semmi sem. De azt fogja tépkedni, azzal vergődik, tehát hogy őt ezt megbüntesse meg, ő még szebb legyen, mert nem tudom én. Itt van ugye a Szent Korona, érdekes módon a Szent Koronának a párta elemei, amik itt elő vannak, azok grafit szürkék. A másolatokon, az összes másolaton színes. Tehát erről mindjárt tudsz következtetni, hogy melyik az eredeti, már csak azért is, mert ez a Szent Korona hátulról átvilágítva színes. Tehát úgy mondják ezt, hogy transzlucid, tehát az áthaladó fényre színes, zöld és kékes zöld és kék alakú zománcok vannak benne, és majd tessék észrevenni, hogy kétféle párta elemünk van, egy háromszögletű, meg egy köríves, egy félköríves, ugye ilyen kétféle, ez a pártán lévő díszítő itt van. Ez kétféle van, az egyik az háromszögletű, de ha jobban megnézed átvilágítva, akkor az a nagyon érdekes, hogy ez a korona lapomban van egy ilyen, van a üzében a Universitas Sirenek van a koronalapját, ha megnézed, ott van egy ilyen színes pártelem, azon nem látszik, csak zöldnek látszik, és ez nem is eredeti. Ez nem eredeti, hanem ez egy másolat, ami abból látszik, hogy olyan zöldes színű valahogy a pártelem, de az egész egy zöldes színű, de van egy olyan kiemelt rész, ami átvilágított fényre mutatja a pártelemet, és az nagyon lényeges, mert azt látnotok kell. Ez a tűzelem és a vízelem egyébként, a pártelemek, tűz és vízelem, és nem a folyóvízről, a patakvízről van szó, meg a gyertyalángyáról, nagyon nem. Ez az időforrásnak a kétféle kiállhatási stílusa, a saját terjedési idejénél lassabban mozgó forrás, és a saját terjedési idejénél gyorsabban mozgó forrás. Ennyi a különbség köztük, a víz meg a tüzelem külön. És az ugyanaz az időforrás, egy nem bonyolult esze, arra gondolja, hogy ott van az a színes ott fönt. Ott fönt az a lábra, színe átvilágított, igen. Mert ha megnézed, van rajta egy nagyon lényeges különbség, amit észre kell venni. A színek fordítva vannak, úgy bizony, mert a bal oldalon lévő tűzelem képviselője, az a háromszögletű rész, és még a nagy különbség van köztenéz meg a tetején, az egyiknek egy kékes színű, a másiknak egy rózsaszín gyöngy van a tetején, mert az egyik a férfi, a másik a női minőséget is jelenti. Na most ez a persze van a tűzes mennyecskék is hozzá kell tenni, hiszen van más világ. Ezért érdemes ezt tudni. Tehát a más szín az mit jelent? Azt jelenti, hogy a bal oldalon lévő tűzelem az negatív idő, a jobb oldalon lévő vízelem az meg pozitív idő. Most mehetünk arra a vízelemre, amiről beszélt, amit már föltettél többször. És az a kiáradás az egy ilyen ellenütemű létezés, tehát a két kiáradás ellenütemben létezik, a forrás
hol itt van, hol ott van, hol ezt a világot kelti, hol a tükörvilágot, a túlvilágot, a kettő ugyanaz, vagy tükörvilág, vagy túlvilág, mert hogy tükörképes is, vagyis hogy te, a te anyagod az itt van antianyagból is, itt ül. Csak amikor az antianyag anyag létezik, az is egy anyag, ugyanolyan anyag, mint ez, csak tükörképesen, akkor te nem létezel, mert ha igen, akkor itt egy nagy detonáció lenne, és ha csak te a magad 80 kilójával hirtelen antianyag és anyag, mint találkoznál egymásra, olyan annihilációs robbanás következne be, mostan vizet. Tehát olyan antianyag robbanás következne be, hogy az nem normális. Nem normális, tehát még eger is megsemmisül. Komolyan mondom, akkor a gödör lenne itt, hogy még eger is megsemmisül. Borzasztó detonáció lenne, tehát kiszabadulna egy 160 kilónyi anyagból a fény, és az szétrohanna, és az olyan hőt keltene, amilyet itt el sem tudunk képzelni, szóval olyan cárbomba-szerű robbanás lenne, hogy még 400 kilométerre is még látnák, meg tudnánk a detonációt érezni. Szóval 400 kilométerre, tehát Budapesten lazán. Tehát az összes ablakot kivinni a detonáció, még Budapesten. Tehát nagyon durva, nagy Győrbe is még talán komoly károkat okozna. Nagyon nagy detonáció lenne. Ha 160 kiló anyag válna semmivé, nem energiává alakulna, az elég ugye, ha figyeltél, én azt mondtam, hogy kiszabadulna belőle a fény. Nem azt mondtam, hogy egyenlő rendszer szénvizet és kiszabadult belőle az energia, mert átalakult energiává, nem alakult energiává, hanem a benne lévő fény az anyagi részecske megszűnése miatt, ami egy kapszula, egy zárt kis dobozka, az megszűnik körülöttek, akkor szétrohan a világegyetem minden irányába, és rengeteg sok fény lapul ezekbe az anyagi részecskékbe, és az szabadul ki ekkor. Tehát ez egy nagy tévedés a fizikának, hogy az anyag energiával alakul az energia anyagá. Én láttam még olyat, hogy ilyen sárszerű valami alakult át energiával, és akkor menekültek ki, ezt kifit láttam. Hogy ilyen torony termelt ilyen sármányt, mit tudom, sarat, és akkor az földolgozt, és akkor egyszer csak örült mennyiségű fény, meg energia lett belőle. Ez egy ilyen fantazmagória volt az kifilve, magaság, nem lesz belőle. Tehát az anyag nem alakul energiával, az energia nem alakul anyaggá. Ez egy komoly nagy tévedés, rá fognak erre jönni, mint arra is rá fognak jönni, hogy a vörösnek nagyobb energiája van, mint a kéknek, csak a kék fénykvantum kisebb. És ezért jobban be tud hatolni a nukleonok belsejébe, mi a pikkelyek alatt, és miután jobban be tud hatolni, jobban tudja gerjeszteni. És kisebb, és jobban át tudná az atomok között is, mert kisebb. És ezért a viselkedése az, amit meghatároztak, az jó, csak nem tudják, hogy miért. Rosszul határozták meg a miértet, hogy miért történik. Az csak azt határozták, rossz, nem jó. Tessék majd azért észrevenni, hogy a prizmán a fény, a fehér fény szétbomlik, és melyik kanyarodik nagyobbat? A kék. Nem a vörös kanyarodik nagyobbat, hanem a kék. Az nagyobbat kanyarodik. Vagyis, hogy az a kisebb energiája. Ez mutatja a prizmát, de senkinek nem tűnt ez fel. Jaj, de drága vagy, hozol nekem vizet, nem hallok meg, jaj, de jó. Köszönöm. Tehát ez már a vízelem ábrázolás, amit itt láttok, ezt még én rajzoltam. És az a lényege, hogy itt sárga meg fehér ilyen körcikkeket látsz. A sárga meg a fehér körcik az azt jelenti, hogy ezek egymást követő gömbszerű kiáradások. Jó, köszönöm, már megérkezett én onnan is, nagyon édes vagy. Tehát gömbszerű kiáradások, és a gömbszerű kiáradásoknak a metszete ez. Tehát ketté vágtuk ezt a gömböt, és ennek a belsejében egy ilyen kiáradás van. De ez nem egy ilyen statikus dolog, ez fénysebességgel táguló rétegeket jelent, ami őrült sebességgel szaporodik, mentől áramlóan keletkezik, és kifelé tágul. Ezt csinálja.
És ez a vízelem, nem ez, amit itt hoztak nekem, ez nagyon jó, köszönöm szépen, de nem ez a vízelem. Van ebben vízelem? Van-e ebben vízelem? Kivárom. Hogy ne lenne? Van benne tűzelem és vízelem, levegőelem és földelem is, ebben, amit most itt iszok. Csak az a kettő agyilag nem azonos. Tehát a vízelem az nem egy H2O, hanem egy időforrásnak a kiáradás, az a vízelem. És ezt tanított, és a Platón ezt mondta, tessék utána olvasni, Platón mondta, hogy az a vízelem az nem a patakvíz, mondta Platón, de a sok hülye lecsapott, mint a gyöngyök a takonyra, és azt mondta, hogy értem, víz, értem, víz, mindenki lecsapott rá, szóval hozzáteszem, hogy eddig mindenki lecsapott rá. A materialisták lehülyézték a tűzvíz levegő föld elméletet, lehülyézték, hogy hát ez ilyen ókori hülyeség, hagyjatok már ezzel, szóval ilyen volt a hozzáállás. De ezek se gondolták végig a történetet. Nem. Mert ha végig gondolta volna, akkor rájött volna, hogy hű, ezek sokat tudtak a természetről. És a földelem egyedül, amit igazán azt lehet mondani, hogy na igen, mert az az anyag, és az, a föld az is anyag, tehát anyagi részecskék. A levegőelem, azt megismered, mindenki ismeri a levegőelemet. Hogy hívják Egyiptomban a levegő istenét? Na, Su, úgy hívják, ugye? Milyen? És hogy mondják? És ez érdekes, hogy a sumér szóval is benne van a su. Nem véletlenül persze, mert az meg Istent jelent. Tehát su Isten, ugye? Tessék majd észrevenni, hogy ez mit jelent. Mert a mer meg a mar az azt jelenti. Mondjuk a Marduknak a nevében is ez volt. Meg a Merkaba, stb. Ugye ezek mind arról szólnak, csak mindenki érti, úgy nagyon érti, csak amikor meg kéne magyarázni, akkor mindenki kínálik szavar. Mert jönni fog, higgyél benne, meg elkezd ilyeneket mondani, de hogy működik? Azt nem tudom. Hát akkor miről beszélsz? Honnan tudod, hogy van? Mi bizonyítja, hogy van? Mondjál már valami bizonyítékot logikailag, hogy lehet, hogy tessék majd észrevenni, hogy a sugár szavunk. Az mit jelent? Sugár. A gar megvan neked, még garmada, az valamiből sok garat, amiben lemegy valami, sok valami megy le, az a szem megy le a garat, vagy a malomban, ahol lefolyik a búza, a malomkőre, az a garat. Ugye? De hát a gar, az valamiből sok. Tessék majd észrevenni, hogy Hungár. Hungár, az ugye mit is jelent? Hunokból sok. Ugye? Az a hunok népe, Hungáriának, érdekes, van, Hungáriának hívtak, még nem túl régen ezt az országot. A hunok nem vándoroltak innen ki soha sehová, de úgy eltűnt a történet, mint hogyha eltűntek volna. Tehát a hunok ide bevonultak bazisokkal, 440 ezeren bevonultak, ugye Attila seregével, körülbelül annyian vonultak be ide. Nem egy hágul jöttek, hanem körülbelül több hágul. Érdekes módon itt várták őket, tehát az a nagy mészárás nem volt, olyan túl nagy mészárás nem volt. Tudod, hogy drága vagy, de már a harmadik érkezik, nagyon édes vagy. Imádom a lányokat, ilyen gondoskodnak és tündérek, ide sorba rakom őket is, mindnek is. Még gyerekek, hát még van idő, még sok. Ugye 11 óráig van az előadás, tehát 11 óráig az rengeteg sok. Köszönöm szépen, és ha kivetted a képből, azt meg pláne. Tehát, mert hogy a kamera előtt volt. Tehát az a lényeg, hogy a garat szavunkban is megvan. Sugár, az micsoda? A súból sok. Mit csinál a sú, a levegő istene? Az an égistennő hasát így tartja az egyiptomi rajzokon. Tartja a hasát, hogy ne esel le, ő az oszlop. Na de hát ennek sokkal mélyebb jelentése van, de nagyon sokkal mélyebb, mert az an égistennő az nem más, mint az univerzum. És mi tartja az univerzum hasát föl, hogy ne rodjon össze? A fénynek a nyomása. És a sugár, az a súból sok. Ugye?
az az, hogy a levegő elemből sok, ez a sugár, a fény sugár, tessék majd észre, hogy ott van, megvan a szavunk még, és értjük is még, de már nem igazán. Tehát már nem tudod összerakni a játékot, a mozaikot, bár még ott van minden elemet, de már mindenki ülje hozzá, elfelejtődött, kész. Elszállt fölött az idő vasfoga, hogy kellő zavarodossággal mondjak valamit. Ugye elszállt fölött az idő vasfoga, és az azt jelenti, hogy már nem tudja senki. Ugyanúgy elfelejtették már a papok a jelentését, elfelejtették. Tehát a római papok még tudták, de eltelt 2000 év, és a 2000 év alatt szép lassan korodálódott, elrozsdásodott a tudás, és aztán már nincs. Egyszerűen elveszik. Már nem tudja visszaállítani, mert ez se fontos benne, az se fontos benne, az se kidobáltak belőle fontos elemeket, mint a feleség takarításkor kidobálja a legfontosabb kulcskönyveidet, mert mi ez a szar, puf, kidobja. Tehát ilyenek vannak, bizony, vagy szerszámodat, ami új, de ronda ez a szer, kidobja. Minek ez ennek? Mi rakosgatják? Ilyeneket én nem rakosgatok. És ennyit láttam. És nagyon sok ilyet láttam, hogy nagy tekintélyű, nagyon jó kutató barátomtól egy pár dolgot megörököltem, mondjuk azt a távcsöret, ami itt áll mögöttem, azt a lontai professzortól örököltem, az a Kandóban volt professzor, a Kandó Kálmán főiskolán volt, akkor egy főiskola volt, most már Óbudai Egyetem, de ott volt a lontai professzor tanár, és ez egy csillagászati távcső, ami az övé volt. Érdekes módon az van rájön, hogy Isten dicsőségére vagy itt, ilyen van rájön ott latinul. Nagyon jó fegyvered van, hangfegyvered, kiváló. Tehát, ha megmozdítom az időforrást, mert még nem mondtam el, úgyhogy jobb, hogyha visszamész egyet, mert hogy nem mondtam el, csak még, és van is rájön, hogy nem mondjam. Nézd meg azt a számozást, ami ott a közepén megy, az a 3-2-1-0, ez mit is jelent? Ugye elkezdtem egy nagyon lehetetlen marhaságot nektek elmondani, hogy egydimenziós gömb, ugye emlékeztek azt mondtam, hogy lehetetlen, el se lehet mondani. Igen, mert a mi felfogásunkban ilyen nem lehet. Nem létezhet egyszerűen, nem létezhet. Egydimenziós gömb, hát olyan nincs. És pedig igen, mert az idő az egy egydimenziós gömb. Méghozzá egy váltakozó egydimenziós gömb, mert akkor, amikor már időnek nevezhetjük, egy ilyen kiáradása van neki, ilyen váltakozó kiáradása, akkor már egyértelmű a dolog, hogy az egy egydimenziós gömb. A külső felszínén mi van? A gömb terjedő külső felszínén mi van? Szerintetek? Amikor megjelent. Amikor felső pillanat van a felszínén, amikor ez elkezd kiállni. És ez fénysebességgel távolodik ettől a forrástól, ez a gömb, de a teljes külső felszínén a kezdett pillanata van. Ezt ilyen egyszerű érteni? Vagyis, hogy ez még egy pont. Ez még egy pont, pedig bazi nagy. És mégis egy pont. Mert hogy a teljes külső felszínén a kezdett pillanata van. Tehát bármelyik pontra ráülnél és visszanéznél, mit látnál itt az orrod előtt a forrást, most van a kezdet. A forrást így látnád az orrod előtt. Itt van a forrás. De közben felé már őrült fényévnyi távolságokra van, de te még mindig itt látnád, hiszen a kép, ami azon a felületen van, az a kezdet pillanata. És annak a képe terjed fénysebességgel, és benne a következő pillanatok, az első, a második, a harmadik, az ezredik, a milliómodik pillanat jön kifelé állandóan folyamatosan az időforrásból. Tehát ez a vízelem. Ez a vízelem, és akkor ez így egy álló vízelem, tehát ez egy helyben áll. Ez nem megy sehová, ez egy helyben áll. Ha elkezdjük mozgatni, most mozgassuk, csak feltételezzük, akkor mi történik? Elkezdjük mozgatni a forrást. Ez egy tömegtelen forrás, a gyorsításához nem kell energia, még nincs is energia, meg még tér sincs. Tehát még csak idő van, még téridő nincs, még anyag nincs, még fény nincs, még semmi nincs. Ez a kezdetek kezdete. Tehát még minden előtt van. Időforrások, vagy időforrás már van, kiáradás már van, de még semmi más nincs. Ezek lögdöshetik egymást, tehát az a kölcsönhatás az aztán tényleg megvan, hogy ezek lögdöshetik egymást, de itt most ez fél fénysebességgel mozog, jobbra még hozzá. Milyen érdekes, hol láttál ilyen ábrát? Kinek van össze
csengése a fejébe. Wow. A Vazer Elinia. A Vazer, ez egy magyar volt. Ez egy magyar volt. A Vazer Eli, ez ilyen ábrákat rajzolt sok helyre, és hogy nem ilyen érdekes, nagyon-nagyon érdekes, hogy a Vazer Eli, az festőművész volt, Vásárhelyének hívták eredetileg, ugye? És és éppen Pécsen, pécsiek nagyon bologatnak. Az óbodéhez bologatnak, mert Óbudán van a Vazer Eli Múzeum, az egyik Vazer Eli Múzeum, Óbudán van a főtér mellett, úgyhogy ha valaki meg akar ezeket nézni, oda menjen be, olcsó pénzért megnézheti ezeket ott a Vazer Eli Múzeumban, és rengeteg épületre is kitette. Tehát ilyen rádió épületére, a homlokzatára, meg egyebekre is kitette ezt az ábrát. Pont ezt az ábrát, mint amit most látszak képen, nem volt beszámozva, mert ilyen ez a nincsenek, de ugyanilyen köröket, ilyen aszimmetrikusan. Hol láttál még ilyet? Na. A meccsetek tetején. A meccsetek tetején. Hol láttál még? Páva szemmel is. Jó, hát a páva szemmel is ugye hasonló kérdése van, de valami szent helyen, szent ábrán is megjelenik el. A Krisna ábrázolásoknál is megjelenik. Vagy mondjuk bemész a Pálos Kolostorba, a Gellértei sziklakápolnába, akkor bejárattal szembe van ott egy ilyen Mária ablak, a Mária kis Jézussal, és az a Mária ablak ilyen aszimmetrikus, mint ez. Pont ilyen aszimmetrikus, csak lehet, hogy nem jobbra megy, hanem balra megy, vagy föl. Ez teljesen mindegy, az aszimmetria lénye. És van egy még egy, ki ismeri föl. Hát, hogy jártok a világban, mint a vak. Ne csináljátok. A Mátyás templomban. Ki járt a Mátyás templomban? Nem jártatok a Mátyás templomba, menjetek be, fent van a Várhegy tetején. Ha már ott kirándulsz a Várhegyen, ugye, akkor már nem elég fölmászni a izével, a siklóval, hanem menj el a Mátyás templomba, és járjál, nézzél körbe, és vigyél fényképezőgépet, legalább a telefonodat, hogy fényképezd le ezeket, és gondolkodj el rajta. De ott is van egy ugyanilyen aszimmetrikus ablak. Egy úgy pontosan ugyanilyen aszimmetrikus ablak. Nagyon jó barátom, a valamikori pap, aki ott volt a Mátyás templomban, a Bánocki tiszteletes úr, mert rossz fejtársam volt a gimnáziumban. És hogyha jobban vagyunk vele, hogy mit mondjak. Mert egy osztályban járnak. Több pap is lett, milyen érdekes. Szegeden ortodox pap is lett, meg érdekes módon több pap is lett, főpapok már mind. Tehát több pap is lett valamiért, a kis titkárból is főpap lett. Komolyan, nem viccelek, kis titkár volt, aztán is főpap. Tehát ez rajta van a Vazer Eli, és hogy tudjuk, nem a Vazer Eli mit mondott? Az önélet rajzában azt lehet olvasni, hogy a téridő iránt érdeklődött, és a téridőnek a világát túlkutatta. Most a Vazer Eli messze, de fény évekkel messze előtte járt a mai fizikusoknak. Értitek, mi a baj? Hogy miért egy művésznek kell rájönni? Annyira dogmatikus már a materialista idiotizmus, olyan mélységes, és olyan megőrzött, hogy tovább se lehet onnan már lépni? Na most nem sokára, ezután már csak az inkvizíció következik, és a mágiák fognak égni, hogy aki nem azt mondja, amit mi, azt mágiára állítjuk. Hát lehet, hogy most gyújtóbombát raknak a Fiatjából, vagy mi, érted? Szóval nem biztos, hogy úgy ölik meg, hogy a föltéren felállítanak egy mágiát, hogy alágyújtanak, hanem beleknak a kocsijába egy gyújtóbombát, ilyen nagy detonáció, bum, tűzbe ott elhamvad szépen a kocsijában, mert olyan tüzet csinál, hogy ott el sem tudják oltani, azt ott hamvad el a kocsijába a mágiát. Tehát most nem rőzséből raknak mágiát, tehát ez nem változtat. Mert hogy ez a materializmus is ilyen dogmatikus, pontosan ugyanolyan dogmatikus, mint amilyen az egyházi dogmatizmus volt. Tehát amikor a Galilei elkezdte mondogatni, hogy a hold, a Jupiternek a holdjai felfedezte, hogy azok keringenek a Jupiter körül. Na de akkor ez nem a Föld körül kering, ez akkor a Jupiter körül kering, mert az volt, hogy minden a Föld körül kering, tudod a dogma? De hát nem. Mert ott a hold, az már
a Mars körül a Hold is kering, akkor a Jupiter körül is, akkor a Szaturnusz körül is meg tudjuk majd nézni a holdakat, hogy keringenek. Meg tudom neked mutatni. Tehát azok a galilei holdak, azok látszanak ebbe a távcsőbe szépen. Négy hold, ahogy kering a Jupiter körül, lehet látni, hogy megnézzük másnap, már nem hogy állnak a holdak körülötte, mert hogy azokat közben keringenek a Jupiter körül. Jupiter is viszont gyorsan forogunk, 90-53 perc, hogy mennyi a fordulma, hogy egyszer a tengelye mentén. Az a dög nagy. Tudod milyen nagy, hogy 13-szor egymás mellé rakod a Földet akkora, olyan nagy, hogy így egymás mellé rakod a Földet 13-szor, akkor tudsz egy akkora átmérőt kihozni. Őrült nagy. Tehát ha megszűnne a napot így kivenni egy óriás a rendszerből, akkor a Jupiter még együtt tudná tartani a bolygókat, csak bazi messzire keringenének hozzá. Hát ugye meleget nem ad, befagyna mindenkinek a segge, úgyhogy az a Földön, mert hogy az bizony nem, meleget nem ad, meg nagyon messzire lenne, a meleget adna akkor is, mert ahhoz csak kis törvedéke van benne a tömegnek, mint ami a napban. A napban tulajdonképpen a naprendszer tömegének legalább a 95%-a a napban van. És legfeljebb az 5%-a vagy 4-5%-a van a bolygókban. Tehát kis töredéke a naprendszer tömegének. Tehát a nagy tömeg az a napban van. Ugyanúgy, ahogy az atomokban, és 1836-szor akkora tömeget képvisel egy proton, mint egy elektron, ami körülötte kering. A töltése az ugyanakkora, ez egyik pozitív, másik negatív, de ugyanakkor. De a kiáradása az szintén megvan, de hát azért az 1836-szor akkora tömeg az azt jelenti, hogy hát legalább annyiszor több időforrás is van benne. Hát olyan, egy hidrogénatom olyan 740 ezer időforrás kering, kavarodik, őrült, bonyolult függvény szerint. De működik, ez egy ilyen örvénylő, hatalmasan bonyolult rendszer. Tehát nem az van, hogy van benne 6 darab ilyen anyagú, valami kis ilyen kis kvarkocska és háromféle kvark. Ilyet teszünk, olyat teszünk, mert most már hő már 50, 60, 80 éve ezt mondogatja mindenki, de hát majd onnan is tovább fogunk lépni, hogy ne. Igen, a kvarkok megvannak, még a Bibliában is megvannak, csak hogy hívják őket, hogy termések és gyümölcsök. Tudni, a kvarkok is ciklikusan léteznek, meg az anyagi részecskék is. Mert a párhuzamos univerzumok meg még ettől is bonyolultabban teszik az egészet, mert van 16 párhuzamos univerzum itt a térben, 16 ennek a tükörvilágában, az 32, és a más világban ugyanez megvan, de még az egésznek a tükörképe az 64. Hány mező van a sattáblán? 64. Hány triplet van a biológiában, aki tanulta a biológiát? 64. A büdös minden. Ja, hány almandin van a koronákon? 64. Rajta van, képzeld el, a Szent Koronákon a tér, a hipertér, az, ami ott hátul az a zöld kettős oktaéder, ott lóg, meg az a pirosas, ami ott hátul lóg a gerendáról, az egy hiperteres téridő. Ez, ami ide van főtén, ez a hipertér nélküli téridő. Az meg az egy hiperteres téridő. Ott meg egy ikozaéden lóg, ha jól látom. És ez a lényeg, hogy tudunk valamit most már a világról, és kiderül, az ősapáink borzasztó fontos üzeneteket küldtek a mesékbe. Csak mondanám, hogy most itt esténként lesz a gyerekeknek mese, ott a kemencés platón, ott lehet hallgatni, a gyerekek hallgathatnak esti mesét, valaki mesél, ki is mesél, nem tudom, de egy nagyon aranyos önként jelentkező mesél, és ha lehet hallgatni a gyerekeknek, a felnőtteknek is lehet mesét hallgatni. Hát a fizikusoknak is illene kicsit mesét hallgatni, mert a mesékben bizony-bizony benne van a világegyetem működési alapelve. Tehát egy óvónéni talán többet tud fizikából, nem hiszed el, de tényleg többet tud fizikából, mint egy fizikus, csak ő nem tudja. Ő nem gondolja ezt fizikát, sőt, gyűlöltem a fizikát mindig. Ezt játsza, érted? Az közben többet tud fizikából, mint a fizikus. A fizikus még a téridőről nem tud semmit. Koordináta rendszerekkel akarod leírni a téridőt? Hát ez egy butaság. Egy dinamikus téridőt koordináta rendszerekkel akarsz leírni, egyszerű kis ilyen koordináta rendszerekkel. Egy koordináta rendszer, csak nem erről van szó. Tehát
egyszerűen egy marhaságot próbálnak ránk tukmálni, és most már ez, hát ez bizony, most már jó régen tukmálják ránk, a Descartes-féle koordinátorrendszer, csak hogy a téridő az egy dinamikus, borzasztó bonyolult valami. Semmi köze nincsen ahhoz a téridőnek, amit gondolnak róla. Így elgörbítik a teret, úgy. Na persze, marha egyszerű, fogsz egy ilyen téridő akasztó kampot, mint a horog, ugye a horgászatban, és akkor elmész innen 10 csillaggal messzebb, majd megtartja neked az egyszerű, ugye elmész, fogod magad, belakasztod ott a téridőbe, idehúzod azt a teret, és akkor már is itt van az ott. Ilyen egyszerű. Itt van az ott. Idehúztad, itt van. Tehát ketté hajtasz egy papírt, akkor közel kerül, ami a papír két szélén van, messze van, és akkor egy ketté hajtad, és akkor közel lesz. Körülbelül ez az ökörség az, ami terjed, képzeld el, és ez a fizika. Na hát azért ennél tovább kéne terjednünk. Hogy ketté hajtjuk a teret, aztán akkor közel lesz a távol. Na de gondold el, hogyha idehoznánk egy másik csillagot, akkor percek alatt mi lenne? Tehát ha ide húznál a közelbe egy másik csillag, nem kell, csak a naprendszerben a Jupiter közelségébe hozott már bőven elég, hogy minden szétégesen, teljesen tönkre menjen. Ja, és hát a nap az csak egy kis halvány, gyenge kis csillagocska, hozzáteszem, de ennek a mi napunknál milliárdszorosan nagyobb napok is vannak. Tehát sokkal nagyobb csillagok is vannak. És hogy nem... Ezt már sumérek is tudták. Tehát ez benne az érdekes. Mert hogy lerajzolták a dolgokat, leírták a dolgokat, és senki nem értette meg. Mert nem féltett feltételező róla, hogy annak van valami esze. Ugye egyiptomiak, hát a piramist építették reggeltől estig, éjjel-nappal, hogy a fáraónak legyen piramisa, hát az, arra volt. De gyerekek, csak az a probléma, hogy piramist nem is lehet építeni. Nem. Ha oda fölnézel arra, akkor arra furcsaságra volt arra, amit a Németh Józsi csinált, ugye, az talán kell benned valamilyen kis érdekes gondolatot. Az a felső része, itt félbevágod, a felső része mit juttat az eszembe? Fogta egyet, de a kettévágok egy oktat. Piramis juttatja eszedbe. A piramis az nem háromszögletű, mert sokan azt képzelik, hogy az háromszögletű ugye alapja van, nem, négyzet alapú alapja van, és lefele is van egy ugyanígy egy piramis, mint itt. Tehát bent a földben is van egy hatalmas nagy piramis, még lefele. Megtalálták a járatokat, olyan mélyre lemennek a járatok, mint a metró. Édesem, a francnak van, ott nincs fáraó. De akkor miért mennek oda le ezek a járatok? Bolondok ezek? Hogy csinálnak ugye 6 millió tonna kő. Na de 12 millió tonna követ odahordanak, egy gödörbe belerakják a piramist. Értitek, hogy miről van szó? Ilyen technika még ma sincs. Tehát nem lenne az a pénz, amiből ezt megépítsék. És akkor a rabszolgák húzták a követ meg Nácsónak, mert nem volt nekik még más, ugye, csak Nácsónak. Ez egy ilyen humán süsű elképzelés, ami, hát egy humán süsű. Hát, Nácsonokba beleteszek egy ilyen 3 tonnás követ, így becsukodik, így ennyi volt a Nácsonok. Egy a pillanat alatt így összecsukodik, ennyi volt, a Nílus merekén van kész. De hogy azzal szállították, tényleg, na ne vicckolodjál. De te viccelszik vele, hát nem létezik, hát az, próbáld ki, hát nem akarlak így égedni, próbáld ki, csinálj egy akkor a Nácsonokot, amit el tudsz hozni, egy ilyen 2 tonnás követ. Na de 22 tonnások is vannak benne, úgyhogy vigyázzál, és azt is oda kellett szállítani. Na, de hogy szállították? Ez volt a kérdés. Akkor oda kéne szállítani. De mivel szállítod oda? Hát ilyen acélhajók, meg daruk, meg drótkötelek, meg nem voltak. Kenderkötélből meg mekkorát kellene fonni, hogy 22 tonnát megemelgessével. Érted, mi a baj? És az el kell menni 100 kilométerre. És ki a fenének? Miért kellett ekkora kőhalmat építeni, hogy a fáraót eltemessék? Nincsnek értelme. Humánok kitalálták, hogy oda temették a fáraókat, azt a fáraók völgyébe találták meg. Ugye milyen borzasztó izgalmas. Hát így, ha megnézed, a három vízelem van a világegyetem, most semmibe lebegnek, ott balra van az az ábra. Ezek még nem értek össze a hullámaikkal,
és akkor ezek ott el vannak, és terjednek. És amikor terjednek tovább a jobb oldali ábrán, már lehet látni, hogy terjed ez a három, és hogyha összeérnek ezek a hullámterek, akkor egy izgalmas dolog keletkezik. Hát az a fölfele mutató nyíl a két vektor szerkesztésből, mindegyik sugárirányba kezdi taszítani a másiknak a forrását. Igen, de ha két vektor összeadódik, akkor már nem fénysebességgel fog haladni az a forrás, hanem gyorsabban, és akkor lesz negatív idő. Kifordul az idő, mert gyorsabban halad, mint ahogy terjed. És akkor már kifordul az ideje, és egy negatív jellegű idő keletkezik, és akkor van lehetőség csak egyáltalán arra, hogy majd az a szerkezet létrejön a téridő. És itt már megjelenik a vízelemből a tűzelem keletkezése. Hát persze nem az az egy keletkezik, hanem a másik kettő forrás, vagy piros pontok jelennek itt meg, három piros pont van. Az egyiket ott vektorra kirajzoltam, hogy erre megy, arra fog menni, mert hogy az egyik az erre nyomja a sugárirány, másik arra nyomja a sugárirányba, így, akkor annak a parallelogramma szerkesztése ki lehet a sebességét számolni. Ekkora neki a sebesség. 1,72 körül mozoghat az a forrás, 1,73 maximum, és annyival löki meg a másik időforrást. Ez egy tömegtelen időforrás, tehát végtelen gyorsulással elkezd menni, tehát nem kell neki ahhoz semmilyen erő, hanem csak egyszerűen gyorsan áthelyezik ezek egymást a létezésben mindig arra, és létrejön három darab olyan forrás, ami már gyorsabban mozog, mint ahogy terjed, tehát három tűzelem is létrejön. Ez még nem téridő, ez még mindig nem. Ezek csak tűzelemek, ez a káosznak a vízelem, meg a tűzelem alap kiinduló elemei, és majd ebben a tűzelemeknek egy megfelelő találkozásával fog létrejönni a levegő elem, az a harmadik őselem. És a harmadik őselem az, a levegő elem az meg az energia, nem más, mint maga az energia. És az energia, a fény, ez is levegő elem, meg a téridő is levegő elem. Ez téridő. Az a fény, ami innen világít, az 8-as szimmetriájú. A 7 meg a 8-át. Ugye van egy ilyen károkodásunk, és van egy másik, nem jut 5-ről a 6-ra. Mind a kettő lényeges, mert mind a kettő az energiáról szól, de honnan volt ilyen tudás, hogy 5 vagy 7 forrás van az energia kvantumokban. A fizikában még ilyen nincsen, azt hozzáteszem, szóval le is keresd, mert még nem tartanak ott, hogy a fénynek a belső struktúráját is kezdjék vizsgálni. Ketté vágni már tudják, tessék majd azért észrevenni, hogy mekkora ökölség van, ökölt. Hogy ketté tudja vágni a fénykvantumot, a hullámot. Hogy is vágja ketté? Ugye? Ezt a járat, elektromagneses hullámot, tehát megy a színusz, és csak ketté vágod? Vagy hogy képzeled ezt most? Mit vágsz ketté? Ja, hogyha van benne 7 darab forrás, és egy ügyes mozdulattal valahogy ketté vágod egy tükörrel, egy akár, mert ketté tudod pörgő tükörrel, ketté tudod vágni a fénykvantumot, egyik fele erre megy, másik fele arra megy. Jó, ezt meg lehet csinálni, erre ment 3 időforrás a 7-ből, arra ment 4. Csak az a nagyon érdekes, hogy ezek egész rövid időn belül ki fogják egészíteni magukat 7-es szimmetriára, ugyanolyanra, mint amilyenek voltak. Hogy is van a sárkány a fenségben? A rohadéknak visszanő a feje, abban a pillanatban levágod, a gyors kis Jedi lecsapkodja a fejét ugye a sárkánynak, mi történik? Kettő nő vissza, nem is egy, kettő nő vissza. Hát a kettőt vág le, kettő nő vissza, persze. De az a lényeg, hogy még talán az is igaz, amit mondasz, tehát annak is lesz majd értelme később, és az a lényeg, hogy visszanő a feje azonnal, persze. Mert ez egy időúrok, és az időúrokban ezek a saját magát látja a látomásban. Tehát belerohan a saját múltjába, és ahogy belerohan a visszakanyarodó időforrás a saját múltjába, ami egy kiáradás, amit ő állatott ki még az előbb, csak tett egy kanyart, ölt egy motorcsónak körbe menne a vízen, azt látjátok agyilag biztos. Ugye egy ilyen térben az egy kúpos, de a síkban egy ilyen kanyarodó V-betű szerű hullám van, ugye, hogyha körbe-körbe megy egy motorcsónak, egy ilyen spirált lehet vele rajzolni a motorcsónakkal, mert körbe megyek sokszor,
és a terjedő hullámok azok ilyen spirális hullámok lesznek, amikor ha megfelelő sebességet eltalálunk, akkor az úgy megy. És ez a, amikor belemegy saját magába, akkor igazából a saját magát látja meg maga előtt. Nincs más az univerzumban, csak ő. Nincs más. Csak ő létezik, és semmi más nem létezik. Hát akkor mit láthat meg? Csak saját magát. Igen, mert arra az a kép van azon a hullámfelületen, amiben ő belemegy. És ahogy belerohant, meglátja saját magát, keletkezik egy látomás előtte, és a látomás is ugyanazt az útvonalat fogja leírni, mint amit az előbb ő, hiszen ő maga az a saját útját látja, és ameddig ő a saját múltjában rohangál, addig mindig keletkezik egy látomás, végtelenség, kelti magát. Megvan a görögöknél, az ógörögöknél megvan, megvan az óegyiptomiaknál, megvan a majáknál. Képzeljétek el. Egy kígyó, ami a farkába harap. Megvan ez nektek? Itt van rajta. Ugye? Ott van rajta. Uroborosz. Úgy, ahogy mondjuk. Tehát ez megvan a görögöknél, megvan mindenhol, minden kultúrában. Félremagyarázták. Tehát biológiai kígyóra gondol, ami megeszi magát is. Hülye kígyó magát lesz. Szóval ilyen nagyon beteg dolog van. Itt van. Kígyó, ami saját magát eszi. Csak egy nagy baj van ezzel a dologgal, hogy hát nem ilyen szép fáradalmas kígyóról van szó, hanem egy sokkal kúposabb világról van szó, és amikor belemegy magába, akkor magát látja maga előtt a végtelenségig. Újra kelti saját magát, elcsúszkálva időben, mert mindig arrátanak, mert közben alatt. Arrá van az időben, mindig arrá fordul. A téridő esetében 6-os szimmetriát csinál, a fénykvantum esetében 8-as szimmetriát. Úgyhogy nem, ezek a bolond ezoterikusok az energiacsillagot milyennek rajzolják? Egy 8-ágú csillagnak. És a szent lelket, a téridőt, azt meg milyennek rajzolják? Egy 6-ágú csillag, így van, az a dáva csillag. Igen. Vagy tessék majd észrevenni, hogy a keleti mitológiában ugyanez megvan, csak ott ugye a bráma az a téridő, de az ugyanaz, nincs másik, ugyanaz, tehát nem egy hülye keleti, meg egy hülye, nem, az ugyanaz. Csak brámának nevezik itt, szentléleknek nevezik ott, meg téridőnek nevezik, és akkor mi van? Az egyik helyen úgy mondják, hogy gyufát, hogy spicski, másik helyen meg úgy mondják, hogy gyufa, a harmadik helyen mecsíz. Hát bocsánat, attól az még ugyanolyan gyufa. Tehát itt kezdődik ez, és ezért halálra ölték egymást. Komolyan? Még a saját fajtáink is, hát gyerekek, hát Erdélyben szét gyapálták egymást, hogy ezek a hülye háromistenesek, meg egyistenesek, meg ilyenek voltak Erdélyben bizony. Csak én mondanám nektek, hogy nem értette a Szent Háromságot, de olyan nagyon jól szeret lehetett vele a másikat bántani. Ugye, mert nem érti a Szent Háromságot senki. Mert hogy mi az, hogy Atya, Fiú, Szentlélek egyszerre ugyanaz? Hát az hogy lehet? Hát az nem érti, nem áll. A pap kollégáim sem érti. Nem. Nem szabad erről beszélni. Persze, mert nem tudsz róla. Ha nem tudsz róla beszélni, persze, hogy nem szabad róla beszélni, kiderül, hogy nem tudsz mindent. Hát hogy nem, persze. És akkor hogy? Hát az időforrás az atya, a kiáradás a fiú, és amikor egy ilyen visszacsatolt, örökre keringő rendszer van, az meg a Szentlélek. Hát az az energia. Végtelenségig fönntartja magát egy fénykvantum, végtelenségig, tehát az energia megmaradás törvénye ilyen szempontból mondjuk kimondható, hogy igaz. De volt valami izgalmas, az előbb mondtad, hogy lehet kiírni a hét fejű sárkányt? Vagy levágod az összes fejét csapással, jó irányba csapva még ráadásul, tehát nem mindenki erre jobbról balra vagy balra jobbra vágod a fejét, akkor már nem tud létrejönni a látomása, tehát nem tudja minden fej az előző fej látomása. Na de hogyha mind levágod, akkor van is tovább látomás. Vagyis, hogy nem igaz, az energia megmaradás törvénye innentől kezdve. Értitek, mi a gáz? Tehát nem igaz, vagy szíven szúrod a sárkányt. És a szíven szúrod a sárkányt, az a királylány,
aki a transzporter forrás, aki átmásolja, átviszi a fogakhoz tartva a szerelmet a túlsó partra, vagyis hogy az nem más, mint a transzporter forrás, ami átviszi a létezést a túloldalra, és az megint létrehoz majd egy királylent, aki megint átviszi a létezést a túlsodalra, megint létrehoz, kötesz egy háromnegyed kört a királyfi, megint létrehoz egy királylent, az egyre növekvő módon átviszi a létezést a túlsodalra, ezt csinálja, és mind csak látomás. Tehát az mind csak virtuális, amit látsz, a fény, mind virtuális. De még a téridő is. Egyedül a teremtő nem virtuális, azt viszont nem látod. Na, tartsunk egy kis szünetet, és akkor innen folytatjuk. Mert hogy még, na van egy óránk még van.